Egy nőt és három gyermekét szállították kórházba, amikor egy kamion és két személyautó ütközött össze az M5-ös autópályán Kiskunfélegyháza közelében. Úgy tudjuk, hogy Szeged felé haladt a román rendszámú kamion, amikor az előtte haladó autó megállt az autópályán a kijárat előtt, aminek a kamion neki ütközött. Néhány perccel később egy másik kocsi is neki csapódott. A baleset miatt időszakosan teljesen lezárták az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalát.